A bácsfeketehegyi református közösség bár fogyatkozik, erős és összetartó. A hívők örülnek az új emléktáblának, mivel fontosnak tartják, hogy megemlékezzenek Berhidai keresztes József helybéli református lelkészről. A fiatalok nem annyira, mi még igen őrizzük a hagyományt, mert megjelent néhány könyv, és a falu történetéről ott is mindig megemlékezünk. Persze, akármilyen ilyen jeles esemény van, akkor temetőben meglátogatjuk a berhidai, meg az összes lelkészek sírjait. A magyar forradalom és szabadságharc leverése után a bácsfeketehegyi közösség nagyobb része elmenekült a településről. Berhidai keresztes József viszont maradni akart, végül a Szent Tamás felől érkező szerb csapatok megtalálták őt, mesélte Orosz Attila, bácskai református esperes. Mondták neki, hogy távozzon. Bántatlanul ki is jelölték az útvonalat, és akkor a hagyomány ezt mondja, több történetírás is arról beszél, hogy nem is volt ideje felöltözni, felső ruházat nélkül elindult itt a szomszédos evangélikus parókia előtt, viszont egy halálos lövés érte a szembe lévő helyiségből, egyesek szerint kocsmából valamelyik részeg német ugye rálőtt, eltalált a golyó, és mindjárt meg is halt. Az emléktáblát Nagy Norbert bácsföldvári kőfaragó készítette, Kovács Jenő szombathelyi építőmérnök és szórványkutató kezdeményezésével. Elindítottunk egy programot, ennek a harmadik állomásán vagyunk most itt, Bácsföldváron állítottuk az első táblánkat, Szent Tamáson a másodikat, ez a harmadik. Itt egy 1849-es szomorú eseményről szól ez a tábla. Nem én tehetek arról, hogy sajnos ezek a táblák nem sikerekről, hanem halálról, gyilkolásról szólnak. Itt a tiszteletes úr, az akkori tiszteletes úr esett áldozatul ennek a bizonyos mári napi menekülésnek. A táblát a vasárnapi ünnepi istentiszteleten avatták fel.